Szeretettel köszöntöm a Hévízi Televízió nézőit, és az előadás sorozatomnak az újabb epizódjában egy helyi hírességről szeretnék beszélni, aki világhírnévre tett szert, Simon Böskéről, aki 1929-ben az első Miss Hungáriaként vonult be a történelembe, majd ugyanebben az esztendőben Miss Európa és Miss Világszépe is lett. Ezt a páratlan sikert azóta senki nem tudta megismételni. Tehát az ő történetével foglalkozunk a mai epizódban. Itt az első képen láthatjuk mindjárt ennek az állomásnak két fontos részét. Bal oldalon a Simon Böskét, mint Miss Hungáriát, középen egy nagyon szép lírai képet, a jobb szélen pedig Miss Európaként egy korabeli 1929-es képes lapon. De ki is volt ez a fiatal lány, hiszen 20 esztendős volt, amikor Miss Európává választották. Erről szól a gyökerekről szól a következő képkocka. Az édesapa, dr. Simon Sándor, keszthelyi járási tisztiorvos. Az apai nagypapának mészáros üzlete volt Keszthelyen, az édesapa pedig orvosnak tanult, orvosi hivatást választott, és az első világháború alatt például kórházigazgató főorvos, szemészorvos, sebész is volt, majd a háború után keszthelyi járási tiszti orvosként működött. A Böskének az édesanyja, Hoffmann Janka, gyökerei Balaton-Szentgyörgyiek voltak, az anyai nagyszülőknek, tehát a Simon Böske anyai nagyszüleinek Balaton-Szentgyörgyön voltak földbirtokaik, földbérleményeik és szőlőik. Az édesanyja Hoffmann Janka, tehát Balaton-Szentgyörgyi felmenőkkel rendelkezett. Nagyon szép lány, majd ugye később asszony volt ő is. Magas, nyulánk, fekete hajú, barna szemű. Böske pedig szőke hajú és kék szemű, amit ezt majd látni fogjuk. Böske inkább az édesapjára ütött, így külsőleg. A bátyja Imre pedig inkább az édesapjára, a járási tiszti főorvos úrra. Tehát itt látjuk az édesapát, dr. Simon Sándor járási tiszti főorvost, illetőleg az édesanyát, Hoffmann Jankát, és látunk kettejükről egy képet, ez Abbáziában készült, hiszen a magyar középosztály kedvelt nyaralóhelye volt Abbázia az első világháború előtt, hogy akkor még ráadásul Magyarországhoz is tartozott, de a későbbiekben is egy kedvelt üdülőhely volt. A következőkben Böske gyermekkoráról láthatunk képeket. Az egyik képen az édesapja közelében látjuk, tehát ez az első világháború alatt készült a baloldali kép, amikor a katonai kórházat vezette az édesapa. Itt látjuk a csoportképnek a közepén, mellette ül a gyermek Simon Böske, már ekkor nagyon bájos, nagyon, nagyon cuki kislánya, ahogy mondanánk manapság. És itt láthatjuk a kislány korabeli képét, szép, hosszú hajjal, egy nagyon szép kislányt látunk. Az édesapához nagyon meleg érzelmi szálak fűzték.
Ugye kisgyermekként látjuk az egyik képen, Imre bátyával ülnek az édesapa ölében, a másik képen pedig akkor, amikor ez az egész szépségversenyes hercehurca lezárult, tehát ugye Miss Hungária, majd Miss Európa, sőt Miss Universe is, és amikor ez az egész lezárult, és hazament, és ahogy kisgyerek korában is beült az édesapjának az ölébe, és ott nyugodott meg, ott pihent meg, nem is nagyon kellett beszélni, szavak nélkül is értették egymást, nagy hatással volt rá az édesapja, azt a puritán jellemet, ami a sikerek csúcsán is visszatudta utasítani a világnak a csillogását is, és inkább olyan értékekre helyezte a hangsúlyt, mint házasság, család, gyermekvállalás, tehát a hagyományos értékekre, ez mindenképpen az édesapának köszönhető, tehát nem csak küllemében, hanem jellemében is hasonlított Böske az édesapjára, és hát még felnőtt korában is tőle várt bátorítást, megerősítést, buzdítást. Hát itt szintén a Simon gyerekeket látjuk, Böskét, illetve a nála 3 évvel idősebb bátyját, Imrét kisgyerekként, illetve egy balatoni hajókázás közben is, ugye a baloldali kép közepén látjuk Böskét, mellette pedig nem a baloldali fiatalembert, hanem ahogy mi nézzük a képet, a jobboldali fiatalember pedig Imre bátyja, és hát a két kép alapján is rá lehet jönni, hogy a két fiatalember közül melyik az Imre, hiszen hasonlítanak egymásra a gyerekkori Imre és a felnőttkori Simon Imre. A Böske, tehát egy keszthelyi középosztálybeli családba született, egy izraelita vallású családba. Német nevelőnője volt, tehát már gyermekként tanulta a németet. Elvégezte Keszthelyen az elemi iskolát, majd a leánypolgárit, és a családjának, családja társadalmi helyzetének megfelelően tanult tovább. Egy nagyon jó hírű bécsi leánynevelő bentlakásos intézetben, az úgynevezett Freiler intézetben tanult 1924 és 25-ben, tehát egy évet végzett el ebben az intézetben. 40 tanuló járt ide, nemzetközi jellegű volt az intézet, tehát franciák, dánok, Európa minden részéről jöttek ebbe az intézetbe, zömmel középosztálybeli családoknak a leányai, de előfordult egy-két arisztokrata is közöttük. Böske tehát itt fejlesztette az ismereteit, tehát ugye különböző az általános műveltség körébe tartozó tárgyakat tanultak, de ezen kívül énekelni, táncolni, tehát a divatos ismeretekkel is felvértezték magukat. Itt Böske nagyon jó barátságot kötött a képen látható lányjal, Sávoly Dorottyával, Dusival, később is nagyon jó barátok lettek. Budapesten látjuk Böskét, ugye a baloldali Böske, a jobboldali pedig Dusi barátnője. A csoportképen pedig a hátsó sorban az 1-2-3-4, az ötödik, jobbról az ötödik Böske, tehát hogy kimagaslik a többiek közül, meg lehet ismerni az arcáról, alaposabban megnézzük. A Freiler intézetben nagyon mozgalmas esztendőt töltött el, nagyon feszes napirend uralkodott az intézetben, 8-tól 12-ig szigorú tanulás, majd 12-től 2-ig egy séta a városban, 2 órakor ebéd, utána folytatódott a tanulás. Este viszont gyakran mentek az operába, színházba, tánciskolára,
énekelni is tanult Böske. Ő nagyon jól beszélt ekkor már nem csak németül, hanem angolul is. Zongorázott, gyönyörű hangja volt, és a Bécsi Operaház első korrepetitor nőjénél fejlesztette az énektudását, ilyen albahajló mezoszoprán, nagyon szép hangja volt. A 1925-ben fejezte be a Freiler intézetet, és a nyarat Keszthelyen töltötte, és ekkor választották a Balaton tündérévé, ezt megelőzően a Keszthelyi Korzó szépévé. Tehát 16 éves volt ekkor Böske, és először a Keszthelyi Korzó szépévé választották a színházi élet olvasóinak a szavazata alapján. Tehát ez egy helyi szavazás volt tulajdonképpen a Keszthelyi Korzó szépe. Majd még ebben az esztendőben megrendezték a Balatonparti jelentősebb települések korzó szépeiből a Balaton tündére versenyt, ahol a 7 legjelentősebb balatonparti település, város, mondhatnánk a jelentőségét, méreteiket tekintve, szépségkirálynői versenyeztek, vagy korzó szépei versenyeztek, és itt a 7 jelenlévő korzó szépe közül Böske nyerte el a Balaton tündére címet 1925-ben, és a győztes a társnőivel együtt egy balatoni sétahajózáson vett részt, jutalomként ugye ezt látjuk a képen. A szülővárosról látunk néhány képet Keszthelyről, egy térképet is, a kastélyból futott ki a fő ütőere a városnak, a Kossuth utca sarkán állt a Simon ház, tehát a fő utcának a sarkán állt a Simon ház, ebben a házban töltötte Böske a gyermekkorát, itt nőtt fel. Keszthely egy mozgalmas város volt ebben az időben, a fő utca üzletei tele voltak áruval, nagyon jó szórakozást jelentett már csak a kirakatoknak a megtekintése is. Hetente kétszer volt heti vásár, amikor a környező falvakból bejöttek a parasztok a portékáikkal. Esténként volt a korzó, amikor a helyi ifjúság vagy a helyi elit felvonult és megmutatta magát, vasárnaponként pedig délelőtt. Tehát egy mozgó, egy pezsgő, mozgékony, élettől lüktető város volt Keszthely ebben az időben. Böske később is a sikerei csúcsán, majd később Budapesten élve is szívesen gondolt vissza Keszthelyre, szeretettel, mindig szeretettel beszélt a szülővárosáról. Ugye itt a Keszthelyi kastély kapuja előtt látjuk a Dusi barátnőjével és egy baráttal, aztán a Balatonparton, illetve teniszezni is nagyon szeretett, úszni is kiválóan úszott, és teniszezni is szeretett. A 1928-ban hirdette meg a színházi élet az első Miss Hungária versenyt. Ugye ez az egész terület, vagy ez a műfaj, a szépségversenyek néhány éves múltra tekintett vissza, és Magyarországon 1928-ban hirdette meg a Színházi élet című lap az első Miss Hungária versenyt. Erre a 16 év feletti lányok jelentkezhettek, fél fotót kellett, egy portréfotót és egy egész alakos fotót beküldeniük a Színházi élet szerkesztőségébe. Ennek alapján hívták be
a lányokat. 218 lányt választott ki a zsűri, közülük 116-os sorszámmal nevezett be Simon Böske, és január 6-án, 1929. január 6-án rendezték meg az első Miss Hungária versenyt a Színházi Élet című lapnak az Erzsébet körúti székházában, jeles zsűri előtt, és itt a 218 lány közül a 116-os sorszámot viselő Keszthelyi Simon Böskét választották meg az első Miss Hungáriává, Miss Magyarországá. Természetesen ennek nagyon nagy hírértéke volt, nem csak a budapesti lapokban, hanem a helyi lapokban is, úgyhogy az ő neve hirtelen ismert lett. Igaz, hogy már 1925-ben, amikor a Balaton tündérévé választották, és azt is a Színházi Élet szervezte, a Színházi Életnek a siófoki fiókja szervezte, már akkor Budapesten sokan felismerték, de most országos hírnévre tett szert, akire nem csak a főváros, hanem a szülőváros, a Keszthely is büszke volt. Itt a Színházi Életnek a címlapját látjuk, ez a szám tudósított erről. A másik képen pedig egy tapolcai jelenetet látunk. Egy tapolcai szállodának az éttermében rendeztek egy bankettet a Böskének a tiszteletére, és ugye ott látjuk a tapolcai előkelőségek társaságában. Aztán következő siker az a Miss Európa címnek a megszerzése volt, hiszen a Miss Hungáriaként jogosultságot nyert a Párizsban megrendezett Miss Európa versenyen való részvételre, ahol 17 európai nemzet szépségkirálynői mérték össze a szépségüket. 1929. február 7-én Böske február 2-án utazott el az Orient Express-szel Budapestről Párizsba az édesanyjával, Hoffmann Jankával, illetőleg Ince Sándorral, a Színházi Élet című lapnak a főszerkesztőjével. Eltöltöttek néhány napot a verseny megrendezéséig, majd február 7-én este 7 órakor hirdették ki a Miss Európa verseny győzteseként Simon Böskét. Itt még egy fontos dolog, két nappal korábban, február 5-én az Opera Bálon, a Párizsi Operába összegyűlt mintegy 5000 ember. Számos előkelőség jelen volt, a dán király, a francia köztársasági elnök, a francia miniszterelnök, tehát Európa elitje is jelen volt ezen az eseményen, és itt a közönség előtt elvonultak a szépségkirálynő jelöltek, illetve hát a nemzeti szépségkirálynők, és már itt Böske rendkívül nagy tetszést aratott a megjelenésével és a stílusával, úgyhogy Ince Sándor hazatelefonált Budapestre, mert úgy érezte, hogy a győzelem a Böskéjé, és ez valóban így is lett két nap múlva, február 7-én. Tehát február 7-én a Le Journal című lap székházában, palotájában rendezték meg a Miss Európa versenyt, amely szintén több fordulós volt, és este 7 órakor hirdettek eredményt, melynek értelmében Simon Böske nyert nagy-nagy fölénnyel a zsűri által adott szavazáson,
és ezt a, ennek a sikernek a híre még aznap eljutott Budapestre, hiszen a budapesti szórakozóhelyek, kávézók, éttermek megteltek vendégekkel a színházi előadások után a késő esti órákban, és amikor este 11 óra körül befutott a győzelemnek a híre Budapestre, hát óriási ünneplés volt. De nem csak Budapesten, hanem Párizsban is, hiszen a Champs-Élysées-n volt a Champs-Élysées-n is rengetegen összegyűltek, a színházi, a Le Journal palotája előtt is, és Böskét szinte alig tudták hazavinni a tömeg, Vive le Hungary, éljen Magyarország, kiáltásokkal éltette a szépségkirálynőt. A győzelemben szerepe volt egy magyar származású testvérpárnak, a Dolly Jenny-nek, Jankának, vagy Jancsinak a művész nevén, illetve a testvérének Rózsinak, akik Párizsban tartózkodtak ekkor, de az édesapjuk Magyarországról vándorolt ki még a század elején, és a lányai New Yorkba óriási karriert csináltak, és nagyon gazdagok lettek a Dolly Janka, vagy Jenny, vagy Jancsi a művész nevén, és a Rózsi a testvére, ők menedzselték Párizsban Böskét, ők adtak neki nagyon szép ruhát, cipőt, hívták a fodrászokat, megtervezték a stratégiát, tehát a Lolli testvérpárnak is szerepe volt a Böske győzelmében. Tehát, mint mondtam, Franciaországban ismerté vált, ünnepelték, a díszvacsorák követték egymást, szinte minden este volt egy díszvacsora. Február 7-én a Miss Európa Bankett, a legjelentősebb, de utána is követték egymást a különböző ünneplések, díszvacsorák, meghívások. A győzelem után hamarosan Nizzába utaztak a szépségversenyen résztvevő misszek, Böske és 16 társa. Február 9-e és 12-e között ugye 3 napot töltöttek el a francia rivérán. Itt a képen Böskét látjuk, a szállodai szobájában talán egy reggeli ébredés után, rengeteg virág érkezett hozzá, a következő képen pedig a szépség királynők társaságában, mint Miss Európa, egy nizzai kép, nizzai életképen. Nizza után visszamentek a szépség királynők Párizsba, ott Böske eltöltött néhány napot, majd a monakói fejedelem, II. Lajos monakói hercegnek a meghívására Monte Carlóba érkezett, néhány udvarhölgye társaságában, itt 2 hetet töltöttek el, és részt vett a Monte Carlói virágkarneválon, ahol fogadta őt a monakói herceg, II. Lajos, de jelen volt Festetics Tassilónak a fia, Festetics György is, óriási ünneplésben részesült itt is. A képen, ahol többen is vannak, ugye középen látjuk Böskét, mellette pedig a 2 udvarhölgyet, a nekünk nézőknek a baloldali személy Miss Franciaország, a jobboldali személy pedig Miss Németország, középen pedig Miss Európa Simon Böske. A Monte Carlóban eltöltött csodálatos 2 hetet követte még néhány párizsi nap. Még annyit, hogy Monte Carlóból átkirándultak a szomszédos San Remo-ba, ugye az már Olaszországhoz tartozott. Böske
otthon felejtette a szállodába az útlevelét, de a határőrök azt mondták, hogy nem számít egy Miss Európától, mi nem kérünk útlevelet, úgyhogy mehetett simán tovább. És a Sanremo-i rendezvényeken is, meg később Párizsban is feltűzte magára a trianoni elvényt, ugye erről még beszélek, hogy ennek mi volt a jelentősége. Tehát a Monte Carlo-ban eltöltött két hét után visszatért Böske Párizsban, ahol itt egy dátumot megnézek pontosan, nehogy rosszat mondjak, március 7-én részt vett a párizsi egyetemistáknak a bálján, az Operaházban, ennek ő volt a védnöke, erre külföldi szemét nem szoktak általában felkérni, őt erre felkérték, és itt ezen a bálon feltűzte magára a fekete trianoni elvényt, ezzel tiltakozván a trianoni béke diktátum ellen. És ezt megismételte korábban Sanremo-ban, illetve még más alkalmakon jeles vendégségekben is. Tehát a sikerei nem voltak öncélúak. Ezt a magyar lapok kiemelték, hogy Böske nem csak önmagára, a szépségére, intelligenciájára irányította a figyelmet, hiszen az európai lapok címlapjain szerepelt, mozitás, filmstúdiók kértek tőle interjút, például Párizsban, a magyar nagykövetség udvarán adott interjút a Fox News, a Fox amerikai filmstúdiónak kitűnő, hibátlan angolsággal. Úgyhogy, hanem ennek az ünneplésnek volt egy olyan célja is, amiről Böske nem feledkezett meg, hogy ráirányítsa a figyelmet a trianoni békediktátum következményeire. Egyébként találkozott a francia köztársasági elnökkel, a monakói fejedelemmel, olyan angol újságírókkal, közéleti személyekkel, akik a támogatói voltak a magyar békés revíziónak. Őt ezzel nem bízták meg, hogy ő ezt csinálja, de egyszerűen honleányi szeretetből tűzte fel a csillogó ruháira a trianoni elvényt, és próbált egy ilyen irányvonalat is adni az ünnepléseknek. Néhány párizsi nap után Genfben időzött néhány napot, ahol először a Népszövetség báljára hívták meg, de erre nem tudott elmenni, majd a Nemzetközi Újságíró bálra. Majd a genfi napok után következett Bécs, ahol március 13-án és 14-én volt Böske, ugye már tulajdonképpen elindult hazafelé, és március 13-án óriási fogadtatásban részesült a bécsi Westbahnhofon, óriási tömeg fogadta, majd egy díszhintóval vitték, kocsikáztatták meg Bécs belvárosában. Ezek a délelőtti órák voltak, tehát a vonat megérkezése után. Itt látjuk, hogy cigányzenészeket is látunk, magyar ruhás kislányok voltak az udvarhölgyei, és délben a Magyar Borházban volt a díszebéd, ahol diplomaták, fontos emberek voltak jelen, majd Böske az ebéd után meglátogatta az Alma Matert, a Freiler intézetet, másnap pedig Kálmán Imrével megnézték Bécs nevezetességeit, és hát kiderült, hogy távoli rokonságban is vannak egymással. A híres operett szerző Kálmán Imre a siófoki születésű, tehát mindketten balatoniak voltak, a Böske keszthelyi, a Kálmán Imre pedig siófoki. Március 14-én indult haza Böske Bécsből. Ez egy
óriási diadalmenet volt az ő hazaútja, hiszen a vonat akárhol megállt, ugye először Hegyeshalomnál, aztán Mosonmagyaróvárot, majd Győröt, aztán Komáromban, mindenhol óriási tömeg fogadta, a vonat nem is tudta tartani a menetidőt percekre, vagy hát megakasztotta az ünneplés, mindenhol virágcsokorral köszöntötték Böskét, mindenhol beszédek hangzottak el nőszövetségek részéről, vagy polgármesterek, helyi politikusok részéről, szóval ma már szinte felfoghatatlan az a hatalmas ünneplés, amiben a Böske részesült, és ebben az ünneplésben benne van az a motívum is, amit már mondtam, hogy a Párizsban szerzett úgymond revansot a Párizsban megalázott, igazságtalanul megalázott Magyarországnak, tehát ezzel tisztában voltak itthon. Ahogy egyes lapok fogalmaztak, hogy Böske a sikerével többet ért el, mint a magyar diplomaták évek, évtizedek alatt, és párizsiak ennek ellenére szerették, tehát ők nagyon megkedvelték, nagyon megszerették a Böskét, még évekkel később is, amikor például 1932-ben, amikor Lampel Ica, mint Miss Hungária részt vett Párizsban a Miss Európa versenyen, hát őt nem választották meg Miss Európává, de amikor az Opera Bálon, a szépségversenyt néhány nappal megelőző Opera Bálon felvonultak a szépség királynők, akkor magyarul kiabáltak be, hogy éljen Magyarország, éljen Böske, tehát még akkor is emlékeztek a Böskének a sikereire, tehát Magyarországról, Lampel Icáról egyből a Böske ugrott be, és hát írja a Lampel Ica, hogy ezt a két szót, hogy éljen Magyarország, illetve Böske, ezt megtanulták a párizsiak. Március 14-én érkezett Böske Budapestre a keleti pályaudvarra, tehát a már említett stációk után mindenhol ünneplés. 14-én gördült be a vonat a keleti pályaudvarra, ahol hát rendkívül jelentős tömeg fogadta. A keleti pályaudvar előtt 10 percig várakozott a tömeg, mert nem tudott a vonat, mert nem tudott az ünneplő tömegtől befutni a pályaudvarra. Miután befutott a vonat a pályaudvarra, itt is beszédek hangzottak el, politikusok, nőszövetségek, közéleti szereplők részéről, majd innen, majd Böskét egy autóba ültették, ezt egy rendőr lovas bandérium vette körül és kísérte, hogy a tömeget valamelyes távol tartsa az autótól, és a keleti pályaudvartól az autó szinte lépésben ment egészen a Gellért szállóig, azért ez egy elég nagy távolság, tehát aki ismeri Budapestet, hát hogyha gyalog a keleti pályaudvartól a Gellért szállóig, azért kell egy olyan, szerintem egy óra, és ezt nagyon lassan tette meg ezt az útvonalat az autó, közben mindenütt hatalmas tömeg éltette Böskét, Böske, Bözsike, éljen Magyarország, stb. A fákon lógtak az emberek, az ablakokban csüntek, a korabeli újságok tudósítása szerint a budai oldalon egy 100 000 fős tömeg verődött össze a Gellért szálló környékén. Úgyhogy a Gellért szálló teraszáról a Böske beszédet mondott, megköszönte az ünneplést, illetve hát egy nagyon szerény volt, ő nem magát éltette, hanem megköszönte a támogatást, és kifejezte, hogy nagyon örült, hogy elsősorban annak, hogy a hazájának tudott szolgálatot tenni, a hazájára rá tudta irányítani a figyelmet külföldön. Nagyon mozgalmas napok következtek hazatérve, tehát ugye március 14-én
érkezett haza, és március 21-én, tehát egy 5-6 napot töltött Budapesten, március 21-én visszatért Keszthelyre pihenni. Az újságok ünnepelték. Filmstúdiók filmet készítettek vele. Nem csak Európában, hanem az itthoni filmstúdiók is. Találkozott befolyásos személyiségekkel. Például a kormányzóval és a feleségével is találkoztak egy múzeumi tárlaton, és ott hosszasan elbeszélgettek. Ott a kormányzó, Horthy kormányzó is kifejezte az elismerését. Nagyon sok helyre meghívták, nagyon sok közszereplésben volt része, és hát természetesen a sajtó is tele volt ezzel a sikerrel, a győzelemnek a hírével. Nem mindenki örült neki. Voltak olyan lapok, vagy újságírók, nem is lapot mondanék, akik fanyalogtak ettől a sikertől, mondván, hogy ez a hiúságoknak a vására, mondván, hogy ez az egész zajos ünneplés, ez eltereli a figyelmet a szenvedő nő alakká antropomorfizált trianoni fájdalomról. Voltak olyanok, például az Új Nemzedék című lap, akik a magyarságát kérdőjelezték meg, és hát azt mondták, hogy a lévén izraeli származás, izraelita származású, hogy hát a Miss Hungária az valójában Miss Palesztina, meg az, hát hogy lehet az, hogy egy ilyen ária földrészen, mint Európa, egy zsidó lányt választottak meg Európa szépévé, nyilván ebben a nemzetközi zsidó összeesküvésnek lehetett szerepe. Voltak olyan lapok, amelyek azért támadták, mert úgymond a hagyományos erkölcsöt, a hagyományos női szerepet rombolja, és hát voltak olyan lapok, például már említett Új Nemzedék, amely a vallási hovatartozásába kötött bele, és megkérdőjelezte a hazafiságát, magyarságát. De nem ezek a hangok voltak a mértékadóak. A liberális sajtótól a konzervatív sajtóig, a fővárosi lapoktól a helyi lapokig, például a keszthelyi hírekig mindenhol pozitívan nyíltak róla, ünnepelték, éltették, és megköszönték azt a sikert, azt a győzelmet, azt a presztízst, amelyet ezzel a győzelemmel szerzett az országnak. Természetesen a sajtó azzal is foglalkozott, hogy hát hogyan egyeztethető össze a szépségverseny a hagyományos női szereppel. Helyes-e az, hogy egy nő ad a szépségére, ezt nem rejti el, hanem megmutatja. Tehát itt a hagyományos női szerep ütközött a modern női szereppel. Ugye az 1900-as évek eleje, az első világháború előtti évek, az a női emancipáció jelentkezésének az időszaka, megalakulnak olyan szervezetek, elsősorban nők alapítják ezeket, akik síkra szállnak a nőknek az egyenjogúságáért, és hát megjelenik a modern nőnek a fogalma. Persze több fajtája jelenik meg a modern nőnek, megjelenik az a modern nő, aki nem mond le a hagyományos értékekről, a házasságról, a családról, a gyereknevelésről, de kilép az otthoni szobájából, és például tanul fiatal korában, adott esetben munkát vállal, vagy divatosan öltözködik, vagy szépítőszereket használ, vagy sportol, vagy élve a szabadidővel színházba jár, moziba jár. Természetesen ezt a modern nőt elsősorban a városban élő középosztálybeli hölgyek tudták megjeleníteni. Megjelent a modernitásnak egy olyan szélsőséges válfaja is, ami hát már
ennél lényegesen messzebbre ment, tehát a szabad szerelem, a vadházasság, vagy akár a szingli életmód, de a modern nő inkább egy kitágult szerepkört jelenített meg, és ugye ennek a szeretnek a böske 100%-osan megfelelt, hiszen divatosan öltözködött, ugye például a papucscipő, vagy a sejemharisnya, vagy a bubifrizura, vagy a harangkalap, tehát ennek megvoltak a külső jegyei is, autót is vezetett, sportolt, teniszezett, ugyanakkor a hagyományos értékeket is vallotta, hiszen ezért nem ment el Hollywoodba, ezért nem ment el Amerikába, mert nem erre vágyott, nem ezt érezte hivatásának. Tehát nagy viták vannak a sajtóban, vannak olyanok, akik ellenzik a nők kilépését, társadalmi szerepvállalásának is a kitágulását, hiszen például a jótékonykodás, a közszereplés a sajtóban, filmhíradókban is tulajdonképpen egy ilyen kilépés volt az otthoni szobából. Tehát az antifeminizmusnak is volt tábora. A konzervatív antifeminizmusnak, akik azt mondták, hogy a nő be biológiailag kódolva van a hagyományos szerep, ezt nem lehet felrúgni. Például Magyarországon is volt egy ilyen a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége, ezt a Tormai Cécil vezette ezt a szövetséget, akik nem csak a konzervatív antifeminizmusnak voltak a híve, hanem még antiszemiták is voltak. Tehát volt olyan is, hogy antiszemita antifeminizmus, akik egy alkalommal, amikor Böske dedikált egy budapesti rendezvényen, akkor a Mansz asszonyai oda kiabálták, hogy ronda, csúnya zsidó lány, te nem vagy magyar. De nem ez volt a jellemző, nem ez volt az általános. Böske mondhatni azt, hogy a fősodorban, a mainstream fősodorban sikerrel ötvözte a modernitást a konzervatív értékrenddel, tehát amellett, hogy ő már a külsejében, a megjelenésénél fogva is képviselte a modern nőt, hát látjuk az autó mellett állva ezen a képen, ezen egy modern nőt látunk. Mi ma is azt mondjuk erre, hogy modern. Térdig érő szoknya, félcipő, autóvezetés, tehát ettől nem félt, de ugyanakkor a külföldi filmstúdióknak, lapoknak adott nyilatkozatában mindig kifejezte azt, hogy ő nem vágyik Hollywoodra, nem vágyik a világszínpadra, nem vágyik egy ilyen jellegű sztár karrierre, hanem az újságírók kérdésére, hogy mik a további tervei, mindig azt a választ adta, férjhez menni, családot alapítani, gyermekeket nevelni. A budapesti zajos napok után következett egy kis keszthelyi pihenő, amikor leült az édesapja ölébe, és megpihent, és hát nyilván együtt kiértékelték az eseményeket. Majd a következő nagy megmérettetés előtt Abbáziában pihent, itt részt vett a pünköstkor megrendezett virágkorzón, különböző protokolláris eseményeken, de a pihenésre, a tengerben való megmártózásra, bár hát májusban még nem, maximum a lábát tette bele, a napozásra, tehát mindenképpen a pihenés, a regenerálódás, az erőgyűjtés időszaka volt ez, hiszen következett a következő nagy megmérettetés, a Miss Universe verseny, és erre 1929. július 28-án került sor egy nagyon divatos francia
üdülőhelyen, Deauville-ben. Ez egy méreg drága üdülőhely volt, közel 200 kilométerre Párizstól, tehát ez nem a Riviera, hanem egy atlanti parti üdülőhely, ahol rengeteg amerikai milliómos volt, tehát ez egy nagyon méreg drága, nagyon elit fürdőhelynek számított, és itt rendezték meg Miss Amerika és Miss Európa között a Miss Universe versenyt július 28-án a tengerparton. Tehát látjuk a képen, hogy milyen hatalmas tömeg érdeklődött ez iránt, illetve a másik képen a szépségversenyek főszervezőjét, a párizsi Maurice de Valef urat látjuk. A néző szempontjából a bal oldalán lévő személy már megismeri a kedves néző ennyi kép után. A rendkívül csinos és kedves Simon Böske, a másik oldalán Maurice de Valefnek pedig Ella Van Heusen, Miss America, aki hát egy kicsit más alkat, mint a Böske, ő a modern amerikai nőt képviseli, ő is sportolt, kicsit fiús szépség, úgy mondanánk, Böske a klasszikus arisztokrata szépségideált testesíti meg, a modernitása mellett természetesen. Amerikai és európai vegyes zsűri döntötte el, hogy ki lesz a Miss Universe, mivel nem tudtak megegyezni, hiszen a döntés mögött politikai okok is voltak, ezért a győzelmet megosztották, így két Miss Universe került megválasztásra, Simon Böske, illetve Ella Van Heusen. Az 50 ezer frankos első díjon tehát megosztoztak, és hát ez egy olyan világszépe verseny volt, hogy két világszépét avattak. Na most mi volt e mögött? Utólag mindenki elismerte, hogy azért a Böske volt a szebb, meg hát úgy magunk között szólva az intelligensebb is, tanultabb, és ennek ellenére megosztott eredmény született. Tudniillik, Franciaország ugye az első világháború miatt el volt adósodva az Egyesült Államoknak, rengeteg amerikai volt jelen, amerikai milliómosok is, úgyhogy volt ebben egy picike politika, hogy ne a Böskét válasszák meg világszépévé, de viszont az meg hát rendkívül nagy visszatetszés szült volna, hogyha nem ő nyer. Tehát egy ilyen salamoni döntést hoztak, hogy akkor legyen két nyertes a versenynek. Böske rengeteg ajánlatot kapott Amerikából, a legkülönbözőbb ajánlatokat, hogy menjen karriert csinálni a világ színpadára, Hollywoodra, vagy akár Londonba, Angliába, vagy akár Franciaországban. Üzleti ajánlatokkal halmozták el, számosan megkérték a kezét, de olyanok, hogy például egy indiai maharadzsa, a portugál ex-király, egy Rothschild báró, egy amerikai bankár, tehát nagyon jeles kérői voltak. Ő visszautasított a Hollywoodot is, holott heti $500 fizettek volna neki, ha elmegy Hollywoodba, és hát világkarriert csinál. Ő ezt visszautasította, nem erre vágyott. De a Miss Universe-ének kiáró 4 hetes dél-francia jutalomúton természetesen részt vett, és itt több francia várost is meglátogatott, természetesen mindenhol ünneplésben részesült. 1929 őszén aztán mondhatjuk azt, hogy véget ért ez a sorozat, és hazaérkezett, most már végleg Böske,
és ígéretéhez híven, mely szerint nem karrierre vágyik, hanem családra, hamarosan férjhez is ment. Tehát, mint mondtam, számos kérője volt. Amikor Párizsban a hotelben a napi postáját átnézte Miss Európaként, napi negyedméternyi levelet olvasott át, és azok között volt számos olyan levél is, amelyben a fényképe, a fotói alapján megkérték a kezét a legkülönbözőbb személyek. 1929 végén, december végén férjhez ment egy budapesti textil kereskedőhöz, a Brammer Pálhoz. Textil nagykereskedő volt ez a fiatalember, és hát ez a házasság 1935-ig tartott, sajnos válással végződött, de nem a Böske hibájából, mert 1935-ben Böske hűtlen elhagyás címén indított vállópert a férje ellen. A férje más társadalmi osztályból származott. Ugye a Böske ő egy vidéki, puritán, középosztálybeli családból származott, a férje viszont egy nagypolgári családból származott, nagyvilági életet élt, amihez hozzátartozik. És ezt nem tolerálta azért egy idő után a Böske, a hűtlenséget, és 35-ben elválta a férjétől. De 1935-ig azért elég zajos, mozgalmas életet éltek. Az évről évre megrendezett Miss Hungária versenyek zsűriében is ott volt a Böske, illetve ő tette fel a nemzeti színű szalagot a győztesre. Itt az 1931-es szépségkirálynőt, Tasnáli Fekete Máriát látjuk, amint Böske a nemzeti színű szalag feltevése után gratulált, majd pedig egy nyári balatoni jelenetet. 1935-ben tehát Böske elvált a férjétől, a Brammer Pál budapesti textil nagykereskedőtől, és hozzáment a második férjéhez, Jobb Dánielhez, a Víg Színháznak a művészeti igazgatójához. Ugye Jobb Dánielről a színház történeti szakma sokat írt, sokat lehet róla mesélni, hogy az 1900-as évek elejétől a Víg Színházban dolgozó Jobb Dániel, mint művészeti igazgató és Molnár Ferenc drámaíró teremtették meg azt a stílust, amit úgy neveztek a két háború között, hogy a Víg Színházi stílus. Ez egy rendkívül kiemelkedő korszaka volt a Víg Színháznak, és ez ugye két embernek a nevéhez fűződik alapvetően. A Molnár Ferenc drámaíró, vagy a Pál utcai fiúk szerzője, Molnár Ferenc drámaíró, akinek a drámáit szívesen mutatta be a Víg Színház, illetve Jobb Dániel nevéhez fűződik ezeknek a színműveknek a színpadra vitele óriási sikerrel. Tehát ők ketten egy sajátos stílust, a Víg Színházi stílust teremtették meg. 1939-ben a második zsidó törvény hatására a Jobb Dánielt menesztették a Víg Színháztól, a nyilas időszakban pedig bujkálniuk kellett a Böskével, mégpedig egy színész kollégának az amerikai úti pincéjébe kellett, pontosabban ott találtak menedéket, ott élték át a nyilas vészkorszakot. Ennek során, a bujkálás során, a pincei sötét napok, hetek, hónapok után vagy alatt a Böske egy olyan idegrendszeri sérülést szenvedett, amely, ahogy később teltek az évek a háború után, egyre inkább elhatalmasodott rajta. A háború ezen a képen a néző szempontjából ugye az ülősor balról a Böske édesanyja Hoffmann Janka, jobbról dr. Simon Sándor kesztelyjárási tisztiorvos,
Az állósor balról Simon Imre, a bátyja, középen a Böske, jobbról pedig Jobb Dániel a férját, aki lényegesen idősebb volt a Böskénél, ugye ezt látjuk a képen. Ennek ellenére ez egy nagyon jó, nagyon meghitt, nagyon bensőséges házasság volt. A szülőket a keszthelyi gettóból vitték az alaegerszegi gyűjtőtáborba, majd onnan Auschwitzba, ott ölték őket a gázba. Imre és Böske, valamint Jobb Dániel bujkálva túlélték a vészkorszakot. A háború után Jobb Dániel újraindította a Vígszínházat, igaz, nem az eredeti helyén, mert a Vígszínház bomba találatot kapott, hanem a Nagymező utcában, a Rádiusz mozi épületében nyílt meg a Vígszínház, és itt néhány színdarabot még nagy sikerrel bemutattak, de igazából a Vígszínházat már nem lehetett életre kelteni, a vígszínházi stílust. Ugye tudjuk, hogy Molnár Ferenc New Yorkban élt a Plaza Hotelben, innen levelezett Jobb Dániellel, de a színházi emberek, a színházi világ, a színész világ közül nagyon sokan elpusztultak a vészkorszakban. A háború utáni háborús nyomor éveiben nem igazán jutott pénz a díszletekre, a fizetésekre, a fűtőanyagra, az élelemre, és tehát nagyon mostoha körülmények voltak. És ugye 48-ban pedig a kommunista fordulat pedig ezt az egész polgári világot, polgári kultúrát elutasította, úgyhogy a 48-49-es színházi évad elején a kommunisták nyomására a Jobb Dániel lemondott és visszavonult, és hát nyugdíjat nem kapott, rendkívül nagy nyomorban éltek, a korábbi szép nagy lakásukat is fel kellett adni, egy kisebb lakásba költöztek, oda, ahogy kitoljanak velük, társbérlőket költöztettek, úgyhogy a korabeli tudósítások szerint zálogcédulákkal és néhány deka száraz sajttal a zsebében halt meg váratlanul, és 1955-ben ez a kiváló színházi szakember, aki tulajdonképpen az 1900-as évek elejétől 1938-ig meghatározta a fővárosi színházi világot, illetve 45 és 48 között újból talpra állította a magyar polgári színjátszást és színházat. Tehát Böske 1955-ben előzve gyűlt, és 1956-ban ezt a következő képen látjuk, 1956-ban az Imre bátyja vette magához a családjába. Ugye itt a képen láthatjuk nekünk a jobb szélen a Böskét időskorában, mellette a bátyját Imrét, aztán a Böske felesége, bocsánat, az Imre felesége látható, a Simon Imrének a felesége, majd a két Simon fiú, tehát az Imrének a fiai, Tibor, illetve Sándor, illetve a nagymama is szerepel még a képen, tehát ez egy családi kép, az utolsó kép, talán az utolsó kép Böskéről. Itt azért már a Böskén látunk egyféle szomorúságot, megtörtséget. Sajnos a betegség egyre inkább elhatalmasodott rajta, a beszédkészsége is sérült, nehézé és koordinálatlanná vált a mozgása, segítségre szorult, de írni, szépen írni, tiszta gondolatokat írni még mindig tudott, és hát a rokonok elmondása szerint nem beszélt a két világháború közötti időszakról, tehát valószínű, hogy azt úgy eltette magának, őrizte, magába zárta a fájdalmát, ezt nem nagyon osztotta meg mással. A másik képen a Kozma utcai temetőben látjuk Jobb Dánielnek és Simon Böskének
a közös sírhelyét, ezt nemrég a hozzátartozók szépen rendbetetették, amint látjuk a képen. Böske bátyáról érdemes még néhány szót szólni, Imréről, aki Mittweidában tanult Németországban, tehát ugye ő is Keszthelyen született, aztán elvégezte az elemét, a Premontrei gimnáziumot, majd a numerus clausus miatt neki külföldre kellett menni tanulni, úgyhogy Mittweidában, ez Dresda közelében van, szerzett gépészmérnöki, elektromérnöki oklevelet, később építészmérnöki oklevelet is. Ő nem maradt külföldön, mint annyi más híres magyar személy, ugye később Nobel-díjasok, akik a numerus clausus miatt kénytelenek voltak külföldön tanulni, hanem ő hazajött és itthon helyezkedett el különböző helyeken, gépgyárakban. Aztán alapított egy saját vállalkozást, kávéfőző gépeknek a gyártásával kezdett el foglalkozni, és 1947-ben megalapította a saját cégét, a Szigony nevű cégét, és a Qualitál nevű céggel összefogva az 1947-es BNV-n is, Budapesti Nemzetközi Vásáron is részt vettek, kiállították azokat a kávéfőző gépeket, amelyeket az Imrének a cége gyártott, ugye ezt látjuk a képen. Ő készített gázüzemű kávéfőzőket, készített elektromos kávéfőzőket is, rendkívül nagy szakértelemmel, rendkívül precízen, tehát a jó ízű, a híres, a finom pesti kávé az összefort a Simon Imrének a nevével. És ugye ez annyira sikeres cég volt, próbálták azért tőle a szabadalmakat ellopni a szocialista időszakban, de a Kádár érában is megengedték a Simon Imrének, hogy a cége működhetett, ezért találkozunk olyan megjelöléssel is, hogy a legjelesebb magyar maszek a Kádár érában. Egészen a haláláig, tehát 1983-ig vezette a céget, majd utána a felesége Szőlősi Magdolna vitte tovább 2004-ig, és 2004-ben szűnt meg tulajdonképpen ez a kávéfőzőgép gyártó vállalkozás. A hagyatékot azt a Műszaki Múzeum átvette, tehát jelenleg is megvan ez a hagyaték. A következő képen, ugye itt látunk egy korabeli 1929-es színházi életet. A dr. Simon Sándor járási tiszti főorvost, a Böske édesapját látjuk, az ölében egy kislányal, a másik oldalon pedig Simon Böskét, mint ugye Miss Hungária, Miss Európa, Miss Universe 1929-ben, és a kislányt, aki a Simon Sándor ölében ül, látjuk már felnőtt asszonyként a következő képnek, a mellette lévő képnek a közepén, a középen álló hölgy, dr. Simon Zsuzsa, aki nagyon közeli rokona volt a Simon családnak, az unoka húga volt Böskének, és tavaly költözött el az élők sorából a Zsuzsa néni, én személyesen is jól ismertem. Sok és érdekes dolgot mesélt el Keszthelyről, a Simon családról, tehát az utolsó olyan hiteles tanú volt, aki még ezeket a régi dolgokat el tudta mesélni. És hát ez egy érdekes kép a kettő egymás mellett, tehát a kislány, ugye a felirat az újságban úgy van, hogy a legifjabb Simon, hát akkor ő kislány volt, és később pedig itt egy háború utáni későbbi képen látjuk. Keszthelyen ma is áll a Sétáló utca elején, a Kossuth-Lajos utca elején a Simon ház, ugyanígy nézett ki, tehát eredeti állapotában fennmaradt. És látjuk a 2010-ben a Nők a Balatonért Egyesület állított egy emléktáblát a Simon háznak a falán.
Majd 2017-ben jelent meg a könyvem, a Simon Böske naplója címmel, amely nem csak napló, hiszen Böske írt egy több részből álló, azt mondtam 7-8 részből álló sorozatot a színházi életben, amelyben az ifjúságáról val. Én viszont az életrajzot is megírtam, tehát ez a kötet kezdődik egy életrajzzal, egy elég alaposan feltárt, sok-sok kutatáson alapuló életrajzzal, majd a Böske 1929-ben megírt naplójával, és hát más egyebekkel is, például Karinthy Frigyes reggelizett a Böskével, és erről írt egy novellát, de mások is írtak róla, és hát rendkívül színes, értékes képanyagot is találunk ebben a kötetben. Ezt a Böskének az unoka öccsei nagyon sokat segítettek nekem, az Sándor és az Imre, hogy ez a kötet megjelenhessen. Ezúton is hálás szívvel mondok neki köszönetet, és hálával gondolok rájuk. Én igyekeztem a Simon Böske jó hírét elvinni szerte az országban, vagy akár az országon kívül is, tehát Budapesten, Szombathelyen, Kalocsán, a szlovák oldalon, Komárnóba, ugye Komáromban, a komáromi menházban is bemutattuk ezt a könyvet, hiszen feledésbe merült Böske. Most már azért ismét jobban ismert az ő neve, szerepe, jelentősége, de amikor a születésének a 100. évfordulója volt 2009-ben, akkor szinte az ismeretlenségből kellett előhozni, amikor írtam egy cikket egy országos labba, és hát ma már azért szinte minden a témával foglalkozó, vagy egyáltalán csak a kultúra, vagy a korszak, vagy a magyar eredmények, sikerek iránt érdeklődő ember tudja, hogy ki volt az a Simon Böske. És végezetül nemrég, vagyis 2020-ban sikerült egy újabb emléktáblát elhelyezni a Simon házra, a Böskének a szülőházára, amelyen már nem csak a Böske szerepel, hanem az egész család, tehát a táblán ugye olvashatjuk, hogy ebben a házban élt, született, stb. Tehát dr. Simon Sándor, Keszthelyi járási tiszti főorvos, a felesége Hoffmann Janka, illetve a gyermekeik Simon Imre és a Simon Böske. Tehát itt az egész Simon családról emléket állít ez az emléktábla. A képen egyébként a két szélen, a bal szélen láthatjuk Simon Tibor urat, a jobb szélen pedig Simon Sándor urat, akik a Böskének az unokaöccsei, tehát az Imre bátyának a fiai, akik ma is élnek, és hát hozzá is járultak ennek az emléktáblának a felavatásához, illetve az emléktábla hát a felavatásához hozzájárult még anyagilag is a Simon testvéreken kívül az Add meg a lehetőséget alapítvány, illetőleg az Immanuel, a Magyar-Izraeli Baráti Társaság. Hát ezzel a mai történetnek a végére értünk. Egy kicsit hosszúra nyúlott, de remélem, hogy nem volt unalmas. Végezetül talán hadd olvassak fel egy pár gondolatot a Böskétől, hogy stílszerűen ővele fejezzük be ezt a mai múzeumi órát, ne velem, hiszen őróla szól ez a történet. Amikor már lefutott ez az egész sorozat, hogy Miss Hungária, aztán Miss Európa, aztán Miss Universe, utána készítettek vele egy interjút, aminek az volt a lényege, hogy
nem bánta-e meg, hogy részt vett ezen a szépségversenyen, hiszen amint látjuk, nem csak elismerést kapott, hanem bántást is kapott. Nem bántam-e meg, és erre a következőt nyilatkozta, ebből szeretnék felolvasni. Ha 80 évig fogok élni, akkor sem lesz annyi élményem, mint amennyi egy év alatt volt. Igaz, túlságosan a kirakatban éltem ez alatt az év alatt, s talán, mint szimpla turista, jobban tudtam volna a magam passzióinak hódolni, de hát kinek adatott meg közülünk, hogy Párizs szédítő ruhakreációiban végiglátogassa Európa legszebb városait, ott legyen minden művészi eseménynél, és ami szintén nem utolsó érzés, önmagát lássa öt világrész képes magazinjainak címlapján. S ha mindez nem kárpótolt volna valakit az inkognitóm örömeiért, mit gondoltok, milyen nagy érzés az, amikor a világ minden nációja azt kiáltja felétek, Vive la Hungary, éljen Magyarország! Tavaly még egyszerű és ismeretlen kis keszthelyi lány voltam, és ma úgy érzem, hogy diplomáciai szolgálatokat tettem annak a kis országnak, amelyet mindennél és mindenkinél jobban szeretek. És ha volt, aki bántott, ha volt, aki az én tavalyi kislányos elszántságomban, amikor megpályáztam a Miss Magyarország címet, méltatlan motivumokat keresett, én ma is és mindig azt fogom mondani, érdemes volt, megérte. Én is ezt mondom így jelképesen a Böskének, hogy köszönjük, Böske, érdemes volt, megérte. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet.